előttünk egy királyi pár, az angol király és az angol királyné. Jó reggelt, reggelt kívánunk! Nehéz azért ilyen teherrel élni, nem? Hogy bejönni reggel. Milyenek a királyok és a királynők kora reggel, Hernádi Judit, Gálfi László? Én ritkán vagyok király, ő elég gyakran szokott király lenni. Ő elég gyakran szokott király lenni. Igen, már volt korona mérgezésem, mert rengeteget játszottam. És nagyon sok másodikat, azon röhögtünk, hogy voltam második Edvard, második Richard, második Henrik, második Lajos. Szóval... Mindenben a második. Igen, nem baj, de beletöröttem. A részvétel a fontos, igen, tudod? Igen. Nem az első... Na hát egy új darabról beszélünk, az Orlai produkció részéről, az Oroszlán téren című produkcióról van szó. Mikor lesz a premier amúgy? 21-én. 21-én az jövő hét. Legsötétebb színház. Igen. Igen. És ez nem egy új darab, ez egy nagyon régi darab. Hát itthon új darab. Igen. Igen. Így van, de hát híres film Catherine Hepburnnel természetesen és Peter O'Toole-lal, amiről olvastam, hogy nem nézted most meg frissen. Nem, nem néztem, de most egy picit belenéztem, mert kíváncsi voltam, hogy azért mégis hogy néz ki. Belenéztem, aztán abbahagytam. Ennyi. Mert hogy bár mindent tudtál, vagy zavart a film? Nem, nem zavart. Hát ugye szoktak elég volt. Igen, tényleg egyébként a színésznek mi jó? Valószínűleg, hogy ez darab válogatja, nem? Hogy éppen most miben csak... Hogy belenézze? Hogy tudja, hogy feltételezze, hogy már mit szeretnék kérdezni, hogy azok a darabok, ahol van korábbról valamilyen film, azt érdemes megnézni, kell-e, ajánlott-e megnézni az, hogy az ember kicsit kitalálja azt, hogy milyen... Szerintem a rendezőnek. Jó. Az nézze meg. És akkor azt tudja, hogy mit akar, vagy hogyan akar, vagy miképpen akar. De a színház az mindig a jelennek szól, ezt gondolom. Tehát az csak arról szólhat, hogy mi van ma. Aki örökké király évtizedek óta, hogyan másképp király mindig, amikor egy másik királyban király? Hát más koronámban. De hogyha pontos akarok lenni, én ezt játszottam. 95-ben. Almás Évával, és itt kérek tőle elnézést, hogy én nem csalom meg őt, ő megkapta a fiatalabbik énemet akkor, de akkor én nagyon fiatal voltam, nagyon fiatal voltam, de soha nem voltam fiatal, de akkor nagyon fiatal voltam, a Madásba ment Luszti József rendezésében. És akkor a tanárom Horva István azt mondta, amikor megnézte, hogy ez nagyon jó, mindent megcsinálsz, amit kell, csak nem az Oroszlán télen, hanem az Oroszlán nyáron. Mert nagyon fiatal voltam. Na és azért aztán most itt szépen eljött a tél az én életembe, és van egy... És én vagyok egy téli partner hozzá. Igen, és egy partner. Tehát most még egyszer nekiugrom, hogy most akkor tényleg korban egyezve megcsináljuk. Ez a legendes. Ha most én megnövezteném a szakállam mondjuk olyan hosszúra, mint amilyen neked van, akkor körülbelül... Nem, csak ugye egy említő, hogy még mindig öreg volt, a nekem is ugyanilyen ősz nem már. Szakállom múlik. Igen, hát valószínűleg nem, csak hogy tényleg, hogy említed, hány éves vagy? Én 65 múltam. Az lehetetlen. Jó, hát nem hiszük el. Nagyon kedves, köszönöm. Tényleg a nem hiszük nem, el. Nem. Most múltam. Ez az egyetlen hamisanat, ami ma elhangzott. Csak nem merem. Még elképesztően jól nézel ki. Hát köszönjük lehet szépen. Lehet ilyet nagy nyilvánosságot is mondani. Juditnak már mondtuk ezt adás előtt, mielőtt a kamera. Amikor az ember mondjuk egy történelmi darabra készül elmenni, akkor van benne talán, azt nem mondom, hogy félelem, de egy kicsit úgy készül a színházba induló, hogy jó, ez biztos valami komoly darab, és hogy itt a történelmnek minden egyes fontos mozzanatát majd látni fogjuk, ez úgy van, ahogy volt. De... Na, hát de akkor nálatom, válaszolok. Szóval a következő a helyzet, hogy ezt a darabot ezt nagyon, nagyon nagyszerűen írták, meg egy kicsit kortalanították. 60-as években, vagy 50-es években? 66-ban írták. 66-ban írták. Igen, és Goldman. Igen. James Goldman, ő a szerző, és egy kicsit el van emelve. Arról nem is beszél, hogy az összes szereplő király benne. Az összes király, vagy királylány, vagy királyné, szóval vagy várandós király, tehát mind a kettőnek, mindenkinek ott a korona, ott lebeg a feje fölött. És ezért után az összes szereplő király, tulajdonképpen vehetjük újvá, hogy egyik se az. Mert akkor egyszerűen már abban a pillanatban csak apa, anya, gyerekek. Mi a főszál, intrika, szerelem, hatalom? Ez a történelem szerint is egy olyan pillanat, amikor ugye, amikor fölmerül a kérdés, hogy ki örökölje a koronát. És van három.
tehát intriga. Igen, és öreg az oroszlán, és ezért kell. Igen, igen, ezt ő, igen. És van az oroszlán szívű Richard, és a föld nélküli Jánoska, akik között egyébként aztán mind a kettő. Ugye? És a Jeffrey is. Elég komoly playerek voltak azért végül mind a ketten. Igen, igen, igen. Igen. És hát kié legyen a trón, mert a legfiatalabb az meghalt. Ez az a kor, ez a 60-as évek. Legidősebb meghalt. Igen, a legidősebb. Az a kor, amikor ez a 66-os évszám, hogy Dürer a János királyt is 68-ban írta. Tehát amikor a történelmet elkezdték egy kicsit kifacsarni, hogy hát a király is, de az ugyanolyan ember, mint mi, ugyanúgy veszekednek, és akkor kialakult egy ilyen, ami ma már nagy divat, ezek a szellemes mondások, és akkor egy országról beszélünk, egy stílustól, meg történelmi eseményekről, két poén között. Uh-huh. És ez akkoriban kezdett kialakulni. Uh-huh. Ez megbukott akkor a Broadway. És érdekes volt, és utána két, nagyon sok pénzt vesztettek, és utána két év múlva megcsinálták a filmet, a Peter Ötvénékkel, és a siker lett, és utána elkezdték játszani, és akkor mindenki megnézte a színpadon. Ez milyen bátorság egy bukott Broadway darabból pénzt, filmet csinálni, és arra pénzt kapni valamilyen producertől, és utána azóta játszák színházba is, tehát az hozta be. Mert ott valamit eltaláltam. Ahogy említett, hogy neked ez a szerep már megvolt korábban, pár évvel korábban, neked volt bármikor olyan szereped, ami ilyen nagyon-nagyon történelmi időszakban játszódó? És... Őszintén, annyira nem tudok már emlékezni, most föltetni. Elnézést kérek akkor. Menjünk írásba kell kapni már, hogy én elkezdjek emlékezni valamilyen. Nem kérek volt akkor nekem mégsem ilyen. Macikám. Hát az én életemben nagyon jelentős királynői szerepet van. 45 év, vagy hány éve ismerik egymást. Nagyon régóta ismerik. Nem emlékszem, történelmi volt. Ja, voltam azért Bunny. Lesz, hogy hát nem tökéletes. Nem, tulajdonképpen, na, röviden fogva, ez egy nagy családi, karácsonykor összejön a család. És hát, ahogy szokott lenni, mindenki nagyon kedves eleinte, és közben mindenki a végére egymáshoz vágja a tányérokat. Siporulnak egy csontvázak. Aztán szépen összecsomagolnak, aztán jövőre kezdik megint. Tehát ez az alaptörténet, egy karácsonyi darab. De egy igaz alapra. Ez igaz történet, ugye. Tulajdonképpen majdnem igaz, tehát úgy van megcsinálva, hogy igaz is, meg nem is, hát ez benne a vicc. És hát a másik, amit a Jutka miatt is akarok kihangsúlyozni, ez egy nagy szerelmi történet. Uh-huh. Tehát ott vannak a gyerekek, meg minden, majd mindjárt elmondjuk a nevüket, el ne felejtsük, hogy a kollégák nevét, de tulajdonképpen ez egy ilyen igazi héjanás szerelem. Én börtönbe tartom 10 éve, természetesen, és fiatal szeretném. Tényleg, igen. De közben, amikor összejövünk, akkor olyan mély szerelem, szóval kijön a szerelem. A fiatal szerető mellett. Igen, igen. Hát mert ez így szokott lenni. Tehát egy olyan mély kapcsolat, ami elszakíthatatlan, és ez többször a darabban egy föllángol. Aztán szépen visszaviszem a börtönbe. Ez nagyon jó, nagyon tetszik a... Na és akkor halljuk a többi szereposztáshoz kapcsolódó színész nevét. Hát egyrészt Szikszai Rémusz, aki rendezte, akivel én egyébként partneri kapcsolatban állok, mint színész. Igen. Hát ugye több darabban együtt játszok, és most ezt ő rendezte, és most mondd el szépen. Mondjam én szépen. Összes teveket. Volt növendékeim, Ötvös Andrés, Sruf Milán, és a Mészáros Máté, nekem a növendékeim voltak, Horváth Illés a francia király, akivel a második Edvárdban, ő játszott a 9 évesen a kisfiamat, a Budapesti Kamara Színházban, és most főnök, és Szakács Hajna, vagy Hajnaka, a debreceni színésznő Júliát játszott, nagyon tehetséges fiatal, és szép. És hát ő van még benne. Vagy a darabban, vagy a darabot követően? Nem, a darab után karácsonykor. Hát karácsonykor kipihen. Hát ők meg játszanak ilyenkor színészek. Ja, hát játszik, 25-én van előadás. Szilveszter napján, más, amikor mindenki berül, akkor mi 5 órakor játsszuk ezt. Na jó, de hát az és pénz, amikor nem persze. Ezt játszuk, akkor én mást játszom duplán másik karácsonyi napján. Szóval mert én végig dolgozom az ügyben. Biztos voltam benne, hogy lelkesednek látod. Kérdés, hát fárasztó, nagyon kemény szakma ez. 21-én a Belvárosi Színházban lehet titeket. A legsötétebb napon. Orlai produkció. Mi vagyunk a fény. Igen. Legyen így. Köszönjük nagyon, hogy eljöttetek korahajnalban hozzánk. Köszönjük mi is.